Jó, így egy 4 másodpercig tudok lenni. Jó, oké. Oh. Nehéz, nehéz a rap sztárok élete, és a miénk se könnyű. Fullos gácsi, piros Ferrari, Zsota, irét, törő, csik, mari, haja, göntör, ajú, ám meg csini, király vagyok, számpó, csini. Azért gondoltuk ezt a trap műfajt, mert hát ez az alap, ez megvolt ingyenesen, most nem mondom el, hogy honnan, de ezt nem aki, a YouTube-ról. Aki megírta, annak se került több egy 10-15 percnél ezt megírni, és hát a szöveggel is körülbelül ennyit foglalkoztunk, tehát hogy ez egy ilyen könnyű, úgy könnyű műfaj, hogy ezt csinálni is nagyon könnyű. Kurva jól néz ki, hát persze. Ez a lényeg. Forog, persze. Hogy akkor eljött az idő, ez egyébként egy őszinte dolog tőled, amikor már te döntöd el, hogy kamera előtt nem vagy annyira jó, izgalmas, és így beállsz a kamera mögé. Ehhez a projekthez például semmi közön, azt Peték találták ki és vontak be engem, mert igazából szerintem csak a kamerámra volt szükségük. De nincs az a pénz egyébként, hogy te szerepet vállaljál ebben a pillanatban. De, meg csináltunk már hasonló hülyeségeket is, de nem kell mindig mindenhol ott lenni. Király vagyok, számbó, Csini. Igazából a Csini volt meg először, és arra kerestünk egy hímet. És hát most bini, csomó hülyeség jött, és akkor egyszer csak így valaki kibökte, hogy Jimmy. Akkor gondoltuk, hogy akkor egy rimmel meg vagyunk, végül is egy trapbe, azért a refrénbe egy rim bőven elég. Mennyire kellett nektek egyeztetni Zambó Ártival? Nem tudom, hát más híres embereket is felsoroltunk. Gondoltuk először, hogy Bruce Willis lesz a címe, de ő tényleg nem járult hozzá. Meg, és meg akkor... nem is akkora király. Azóta is én viszem a krímet, nincs sorunk ki író, csak egy. Te mit csináltál volna egyébként a kamera előtt másképpen? Mindenképpen pasztelszínekkel dolgoztam volna, és inkább a mondani valóra helyeztem volna a hangsúlyt, amin azért még lett volna mit csiszolni a fiúknak, de hát remélhetőleg majd a színek, meg a vágások, meg a maga videótechnika azért elviszi a klippet. És hol láthatnak majd benneteket? Szoktam minden szerdán a Vörös Marti utcába szoktam járni, urológiára, tehát én ott vagyok elérhető. Nincsen menő autó a Bugattinál. Itt áll a vonaton benn a Nyugatinál. Ja, van bífelés a trebbe? Nem tudom, van. Hú, azt nem tudtam. Következő számunk az egy bífelős lesz mindenképpen. Most előre láthatóan kiidegesít benneteket. Hát nem tudom. Igazából szerintem, hogy nem idegesít bennünket sem, de hogyha ez követelmény, akkor szerintem... Akkor mindenki. Akkor vagy bárki. Akkor meg is ragadnánk az alkalmat, és akkor most kihívnánk Tupakot egy bífre. Igen. Jó. Várjuk a válasz videót. Így van. Hallgatás, beleegyezés. Tudod. Hajam, göndör, aru, hámet, csini. Csini! Király vagyok, számbó, Jimmy.